Azt mondja, halkabb. Nekünk mondja, hogy halkabban. Mi csináljuk itt az adást, kérem szépen. Köszöntök mindenkit, 7 óra múlt, ez itt a Restart, ugye informatika egy órán keresztül. Jó magam, a Vendi lennék, szárny segédelme. Mutasd a szárnyaidat, Steve. Steve, igen, ott vannak. Hát ezek a csülkei, nem a szárnyai, de hát ezekkel fogja felvenni a telefont, úgyhogy ha hívjátok a 44513-49-et, akkor Steve keze által lesztek bekapcsolva ide az élő műsorban. Ha Skype-on teszitek mindezt, akkor viszont az én kezeim által fogtok bekerülni a műsorba. Ha viszont a Facebookra írtok nekünk a ti kezeitek által, akkor azokat az üzeneteket az én szemem által fogom megnézni, és az én szám által fogom beolvasni, úgyhogy érdemes velünk tartani. Hát jó híreim is vannak, a meg rossz híreim is vannak. Melyikkel kezdjem? Steve? Kezdem a rosszal. Jó, ez itt a határozott rendezői utasítás, úgyhogy a rossz hírekkel kezdem, vagy hát ki tudja mennyire rossz, hát van akinek ezek a hírek is jók, mert ami ugye az ilyen a világ, valahogy a világegyetem szingularitása az valahogy úgy működik, hogy ami az egyiknek rossz, az a másiknak jó. Úgyhogy kezdjük akkor azzal, hogy döntött az EU parlament a mai nap folyamán egy olyan döntést hoztak, amely ugye nagyban érinti a netsemlegességet, és hát ezáltal érdekek rombolódnak, más érdekek erősödnek, dönts el mindenki maga. Ma Európa egy hatalmas pofont adott a netsemlegességnek, így foglalta össze röviden a Business Insiders azt, hogy az Európai Parlament tegnapi nap folyamán a mai nap folyamán nagy többséggel leszavazta az összes módosítót, ami az internethez való egyenlő hozzáférést védte volna a közös digitális piacról szóló uniós szabályozásban. Ez nem tudom mennyire érthető. Mindjárt tovább megyünk, és akkor megértitek. A netsemlegesség, ugye, amiről sokat beszélünk, hogy mindenkinek egyenlő joga van ahhoz, hogy internetet használjon, és az interneten mindenféle tartalmakat elérjen. Ugye az EU egyik oldalról bírálta azokat a különböző nagy high-tech cégeket, vagy tech cégeket, akik ugye saját maguk szolgáltatásait sorolták ugye előnybe, tehát mondjuk a Google-t hányszor érte bírálat, hogy ugye a saját maga által preferált, vagy akár a saját szolgáltatásait tette előre a saját keresőjében ugye. Ugyanezt a bírálatot megkapta a Microsoft is, az Apple is, a Facebook, hát az összes nagy tech cég már gyakorlatilag pereskedett az EU-val emiatt. Hát ehhez képest ugye, hát ennek azért vannak folyományai, úgyhogy nézzük is ezeket. Ugye a netsemlegesség elve azt jelenti, hogy az interneten minden adatot egyenlőként kell kezelni, függetlenül attól, hogy azt egy nagy cég, vagy egy kicsi startup, vagy egy magányos blogger állította elő, és akarja megosztani a világgal. Ezt az elvet tipikusan úgy lehet megszegni, ha mondjuk megengedjük, hogy az internet szolgáltatók létrehozzanak egy gyorsabb internetes sávszélességet, és sok pénzért oda pakolják azokat a tartalmakat, amiért fizetnek. Ugye? Mert hát, hogy aki fizet, az gyakorlatilag akkor ennyi erővel előnybe kerül, hiszen jobb, minőségibb, stb. Tartalmat kap. Ami igazából szerintem még ez a része, ez nem olyan nagy gáz. Mert hát, aki nem fizet, az kapja azokat a tartalmakat, azért itt a nagy tech cégek gyakorlatilag az összes szolgáltatásukat, legalábbis ha most itt belegondolunk a Google-be, a Facebook-ba, stb., akkor hát ingyen biztosítják számunkra, nem? Tehát ingyen YouTube-ozgatunk, ingyen használjuk a közösségi oldalakat, nem kell érte fizetnünk. Viszont most azért egyre több olyan modell látszik kibontakozni, aminél lesznek fizetős modellek, viszont ott akkor nem kell mondjuk reklámokat nézegetnünk cserébe, mert hogy az ingyenes verzióknál ugye pont ez a helyzet, hogy hát akkor valamiféle olyan plusz tartalmakat is kapunk, amire mondjuk nem feltétlenül vagyunk kíváncsiak, ilyenek a reklámok, és persze ezek ellen meg mindenki ágál, de fizetni meg nem szeretne senki érte. De hát ezért vannak a fizetős modellek. Tehát magyarul, hogyha mondjuk megengedjük az internet szolgáltatóknak, hogy létrehozzanak nagyobb sávszélességeket, és odapakolják mondjuk azokat a tartalmakat, amikért valakik fizetnek, akkor az azt jelenti, hogy alapból a gazdagabbak, annak a tartalmai, akik alapból gazdagabbak, azoknak a tartalmak gyorsabban lesznek elérhetők, ettől még gazdagabbak lesznek, a versenytársak meg egyre szegényebbek.
Ugye? Hát logikus, a pénz mozgatja a világot. Minél több pénzről beszélünk, annál inkább, és ez sajnos egy ilyen a világ, tehát hogy a pénzből lehet pénzt csinálni. Ha valakinek nincs pénze, és nem tud fizetni valamiért, akkor ő marad azon a szinten, vagy megy lejjebb. Ha valaki viszont fizetni tud valamiért, akkor a minőségibb tartalmakat érhet el, minőségibb szolgáltatásokat vehet igénybe, és ha ügyes, akkor ezekkel a minőségibb szolgáltatásokkal még több olyan minőségi szolgáltatást tud előállítani. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat, abban még több pénz lesz. Tehát civilek és tech cégek most attól tartanak, hogy a ma megszavazott európai parlamenti javaslat pont ezt az elvet nem védi kellőképpen. A megszavazott csomag az elektronikus kommunikációról, ami többek között azt is szabályozza, hogy 2017-től, és itt a jó hír, nem kell majd roaming díjat fizetni az EU-ban. Elvileg megvédi a netsemlegességet, de az ellenzők szerint egy csomó olyan kiskaput, és nem elég csomó olyan kiskaput hagy maga után, és nem elég konkrétan fogalmazott passzust is tartalmaz, ami miatt simán jöhet a két sebességes netezés. Itt most ezt tessék képletesen érteni kicsit, ezt a kétsebességes netezést, tehát hogy infrastruktúrális fejlődésnek szabhat ez gyakorlatilag gátat, hiszen gondoljuk el, hogy a különböző mobil szolgáltatók, ha nem tudnak többletbevételbe részesülni azért, hogy te külföldön telefonálsz, hanem ugyanannyiért kell a szolgáltatást adniuk, mint hogyha itthon lennél, akkor abból nekik nincsen pénzük, ergo lassabban fognak tudni fejleszteni. Tehát ez elég kétágú történet. A kis kapuk, mert hogy vannak, a szabályozás megengedi az internet szolgáltatóknak, hogy speciális szolgáltatásoknak preferált hozzáférést adjanak, ami elvileg a sofőr nélküli autók és orvosi eszközök adatellátása miatt lesz majd valamikor fontos, de nem nehéz más dolgokra is értelmezni, mert hogy ugye most az abban, hogy ki vannak ragadva itt különböző törvényjavaslatok, illetve ezeknek az egész pontosan elfogadott törvénynek bizonyos részei, ezért jön ide az sofőr nélküli autó meg az orvosi eszközök adatellátása, ami ugye hát preferált ilyen szinten, hiszen azért fontos a biztonság, most még ugye annyira nem, de itt majd a jövőre is gondolnak. Hát most is fontos, csak ugye itt az önjáró autóknál azért biztos, hogy egy elég szigorú törvényi szabályozást kell majd bevezetni, hogy ezek normálisan tudjanak közlekedni, és hát nem árt, hogyha mondjuk az erre vonatkozó szolgáltatás, tehát ha mondjuk neten kapja az adatokat, az információkat, illetve hát ugye azt, hogy gyakorlatilag hogyan tud navigálni, közlekedni, akkor ne álljon már meg az internet, mert akkor könnyen problémák lehetnek. Jó, bizonyos tartalmak adatforgalmát ne számítsák bele a havidíjba, vagyis a szolgáltató dönti el, hogy mit kapunk meg ingyen és mit nem. Az is egy kis kapu. Aztán, hogy osztályokba sorolhatják a szolgáltatásokat, és ennek függvényében lassíthatják vagy gyorsíthatják azokat, ami egyrészt gyorsítja, hogy eljussanak hozzánk a haszontalan céges tartalmak, másrészt pedig lassítja például a titkosított leveleket. Hát ezek csak feltételezések. Miért tenne ilyet egy szolgáltató? Aztán lassítják az internet forgalmat, ha a hálózat túlterheltségétől tartanak, de ne csak akkor, vagy lassítsák, de ne csak akkor, amikor már tényleg túlterhelt, hanem szintén egy jó érvet adnak a szolgáltatóknak, hogy miért preferáljanak bizonyos fizetős tartalmakat másokhoz képest. Ez is logikus. Én nem gondolom, hogy ez nem logikus egyébként. Tehát ebben mi a baj? Vagy nem tudom. Tehát fizetünk valamiért, ott elvárjuk a minőséget, mert fizettünk érte, nem? Ha nem fizetünk érte, ott is el lehet várni a minőséget, de na mindegy. Mondom, azért mondom, hogy ez kicsit megosztó, engem annyira speciál ez, annyira nem zavar, sőt, én inkább fizetek bizonyos szolgáltatásokért, hogy az minőségibb legyen. Jó, tudom, hogy ezt valaki nem engedheti meg, de itt nem óriási összegekről beszélünk, tehát ha valakinek fontos, ez olyan, mintha autót vennénk. Tehát megy a Trabant is, de azért mégse Trabantot vesznek az emberek, elnézést kell a Trabantosoktól, meg a Trabant gyártól, mint úgy, ha még egyetlen gyárt autókat. Nem? Tehát, hogy azért választék úgy érzem, hogy van. Ki mennyire a saját pénztárcától függően, majd eldöntő, hogy milyen szolgáltatásokat szeretne fizetni, és mik azok a szolgáltatások, amiket szeretne mondjuk ingyen igénybe venni, mert mondjuk nem tud érte fizetni. És ezért cserébe viszont valamit beáldoz, például azt, hogy reklámokat kell nézegetnie, például azt, hogy lassabban töltődik be bizonyos szolgáltatás, vagy lassabban működik, vagy bizonyos korlátozásokkal használhat csak szolgáltatásokat. Az Európai Parlament javaslata ellen nagyon sokan tiltakoztak,
közöttük ugye az internet megalkotója Tim Berners-Lee is, aki szerint a magánszféránk védelmeit, a szólásszabadságot és a fejlődést fenyegeti, és elveszi a lehetőséget Európától, hogy a digitális gazdaság felé vezető hatalom digitális gazdaság vezető hatalmába váljon, bocsánat. Berners-Lee véleményéről egyébként többet is lehet olvasni a neten, mert hogy bizonyos oldalakon egyébként ezt jobban is kifejti. Igen, tehát itt azt kell tudni, és ez valóban elég érzékeny téma, hogy ugye az internet az pont erről szól, hogy bárki bármit megtehet rajta. Már ami ugye a törvényes kereteken belül ugye működhet. Tehát nem hekkelhetünk meg mondjuk egy hálózatot túlterheléses támadással, ugye? Megtehetjük, csak lehet, hogy annak következményei lesznek. Viszont az adatok ugyanúgy mindenki számára elérhető kellene, hogy legyenek legalábbis azok a publikus adatok. Tehát most megint ne keverjük össze azt, hogyha nekem vannak privát adataim, mint egy fotóim, azokat jó, hogy ne nézegethesse már meg bárki. Tehát nem, ahhoz nincs joga. Tehát a magánszférát azt ilyen szinten nem szabad sérteni, úgyhogy ezért nem is értem az internet megalkotójának hozzászólását. Szerintem ez kicsit ki van csavarva. Tehát, hogy a magánszférák védelme, meg a szólásszabadság. Hát én nem gondolnám, hogy az internet a szólásszabadságról szól, de bárki megoszthat bármit, bármit mondhat. Ugye látjuk is, hogy ennek milyen következményei vannak. Anonim módon emberek közölnek dolgokat, olyan dolgokat is, amiket hát nem biztos, hogy odaillőek. Ugye ezt hívják trollkodásnak. Na most ezt valamilyen szinten lehet egyébként szabályozni, de ha megszabályozzuk, tehát mondjuk van egy közösség, mondjuk a Fix HD oldala, és valaki oda trollkodik, valami olyan nem odaillőt, vagy nem olyan hangnembe, vagy bármi, akkor mi azt szűrhetjük, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy mi moderáljuk, mert mi vagyunk az adminisztrátorai, azt mondjuk, hogy törlés, esetleg tiltás. És rögtön megsértettük a szólásszabadságot ezáltal. Mert én azt gondolom, hogy ennek nem sok köze van a szólásszabadsághoz, a magánszférához annál inkább, hiszen ez mondjuk, ha mi esetünkben, és akkor most magunkkal példálózom, ez ennek a televíziónak mondjuk a közösségi oldala. Ergo, ez a televízió egy magán tulajdon, illetve valakinek a tulajdona, a televíziós társaságnak a tulajdona, ugye a mi üzemeltető cégünké. Innentől kezdve ez magántulajdon. Tehát abban nem trollkodhat bele senki más, mert nekem nem tetszik, én kitiltom, de akkor megsérül a szólásszabadság. Tehát nagyon nincs ez jól kitalálva ez a történet, úgyhogy na ebben próbálnak itt az Európai Parlamentben rendet csinálni. Meglátjuk, milyen sikerrel. Ugye hát ez nagyon hosszú és, hogy is mondjam, eléggé kaotikus egy törvény. Hát egyelőre tervezett egyébként, csak megszavazták, hogy ezt szépen lassan bevezetgetik, természetesen szakértőket bevonva a történetbe, hiszen hogy itt érdekek egyezzenek, vagy éppen ütközzenek egymással. Hát lesz, akinek ez nem tetszik, lesz, akinek ez tetszik. Mint ahogy az előbb elmondott példák is ugyanezek. Tehát most tök jó, hogy például megszavazzák a roaming díjat, erről nagyon régóta van egyébként szó, erről külön is beszélhetünk egyébként, mert ez egy viszonylag fontos és jó hír nekünk felhasználóknak, ugye, hogy gyakorlatilag teljesen megszüntetik 2017-től a roaming díjakat Európában. Ma szavazták meg ezt is, tehát ezt a törvényjavaslatot, hogy aki másfél éven belül roaming díjakat, hogy másfél éven belül a roaming díjak teljes eltörlését irányozza elő az EU területére, ugye ez a törvénytervezet. Így aki 2017 nyarán indul majd mondjuk a spanyol partokra nyaralni, hát miért ne, ha menjünk? Éppen ugyanannyiért telefonálhat majd haza, mint hogyha Balaton partján sütetné a hasát. Ugye? A szabályozás a hanghívások mellett az SMS küldésre és az adatforgalmakra is vonatkozik. Ugye ez eddig egy új információ volt, mert eddig azokra nem igazán akarták ezt kiterjeszteni. Amik vonatkozásában szintén nem számíthatnak majd fel plusz díjat a szolgáltatók, csak azért, mert más országból vesszük igénybe ezt a szolgáltatást. Eddig főleg a utóbbival, ugye a roaming közbeni internet használattal sikerült horribilis számlákat összehúzniuk egyeseknek, akik ugye tájékozatlanul vagy figyelmetlenül használták a kinti hálózatokat, illetve a telefonjukat külföldön. Például egy nyaralásról készült képet, pláne videót töltöttek fel mondjuk az internetre, vagy nehogy Isten ugye a YouTube-ra, mobiljukról, és ezzel ugye hát óriási számlát generáltak. A roaming díjakat egyébként már jövő év tavaszától kezdve kezdik csökkenteni a most elfogadott szabályozás értelmében, de teljesen csak kicsit több mint egy évvel később, 2017 júniusában kerülnek majd
eltörlésre. Addig tehát azért érdemes továbbra is óvatosan bánni az adatforgalommal, illetve bekapcsolni annak tiltását mondjuk roaming közben, amire ma már minden készülék ad lehetőséget. Sőt, igazából bizonyos sávszint, tehát adatforgalom után is lehet mindezt csinálni, tehát nem rögtön, hanem azt mondtam, hogy mit tudom én, egy gigát azért engedélyezek magamnak, mert azért most is már rengeteg olyan szolgáltató van, akiknek a kínálatában pláne ilyen EU-s csomagok, ugye? Tehát, hogy pont hogy az összes szolgáltatónál már elérhetőek ilyen EU-n belüli egyébként is kedvezményes telefonálási lehetőségek, vagy internetezési lehetőségek, bizonyos korlátozásokkal természetesen. Tehát gyakorlatilag ezekre érdemes odafigyelni. Nem kell feltétlenül rögtön letiltani, hogy egyáltalán ott, tehát mert akkor minek visszük a mobilt? Ha nem telefonálunk, nem vagyunk elérhetőek, nem internetezünk, akkor itthon is hagyhatjuk a mobilt. Mondjuk lehet, hogy egy-két embernek az úgy nem árt, hogyha otthon hagyja, mert legalább tényleg pihen és nem a telefonját buzerálja egész nap. De gyakorlatilag viszont azért nem árt, hogyha nálunk van egy mobil, hiszen miért van nálunk a mobil úgy alapvetően itthon is, nem csak külföldön? Hát azért, hogy tájékozódjunk, nem? Tehát, hogy el tudjanak minket érni, vagy mi tudjunk telefonálni, hogyha éppen szükségünk van valamire, elérjenek bennünket a családtagjaink, vagy akár mondjuk el vagyunk tévedve egy nagyvárosban, nem tudjuk mi merre van, akkor megnézzük a térképet, vagy megkérdezzük a Google-től, vagy bármi. Hát erre jó a mobil, úgyhogy én azért nem gondolom, hogy rögtön le kell tiltani minden. Természetesen többletköltségei vannak jelenleg, de már most sem annyira, nem azt mondom, hogy vészes, de értelmesen kell, utána kell járni szépen, hiszen léteznek kedvezmények, úgynevezett napi jegyek, amikkel naponta X összegért ugyanúgy használhatjuk például a mobilunkat, ez szinte mind a három szolgáltatónak van ilyen kínálata, vagy egy ilyen szolgáltatása, hogy ugyanannyira használhatjuk már most is a mobilunkat külföldön, legalábbis az EU-s országokon belül, mint hogyha itthon lennénk, csak mondjuk valamiféle napi díja van ennek. Tehát mit tudom én, 1000 forint környékén leledzenek ezek a napi díjak. Jó, de hát két év múlva nagyjából, másfél-két év múlva már viszont ezzel sem kell foglalkoznunk, hiszen valóban megszüntetik. Na, mint mondtam, ez tök jó, tehát mi felhasználunk ennek, hurrá, nem? Tehát tök jó dolog. Viszont a szolgáltatók ugye nem biztos, hogy ennek annyira örülnek. Persze mondhatnánk azt, hogy kit érdekel a szolgáltató, de hát gyakorlatilag, ha ő nem fejleszt, mert mondjuk nem tud miből fejleszteni, mert ezáltal mondjuk kevesebb bevétele van, akkor majd jön az, hogy amely nincs tér, kim vagyok Spanyolországban, de nincs térerőm, vagy mit tudom én, nem tud kapcsolódni a hálózatra, és itt jön be majd a netsemlegesség része, hogy nagy valószínűséggel egyébként ugye az ottani emberek fognak prioritást élvezni a hálózat használatban. Tehát ne gondoljuk mi azt, hogy majd mi ingyen kimegyünk, vagy kimegyünk ugye Spanyolországba, és majd mi ugyanúgy, ugyanazokkal a feltételekkel használjuk majd a hálózatot, mint aki mondjuk kint él és kint fizet érte. Mondjuk egy teljesen más szolgáltatónál ráadásul. Tehát, hogy mint mondjuk az itthoni. Tehát, hogy prioritásban nagy valószínűséggel ők lesznek beljebb, tehát mi majd netezgetünk, meg telefonálgatunk, ami egyébként most persze túlzok, mert működik, tehát pont az idén volt szerencsém, és pont Spanyolországban ezt a szolgáltatást kipróbálni, és míg Magyarországon annál a szolgáltatónál nem is volt 4G, most már van, ahol én vagyok például, kint már rég 4G-n interneteztem. Tehát, hogy azért nem, csak az elveket értsük, tehát hogy megint csak arról van szó, hogy itt ha belemegyünk a mélyébe ezeknek a dolgoknak, akkor itt az elég sok kérdőjel van még, amire még azért pontot vagy felkiáltójelet kellene inkább tenni. Jó? Aztán vannak még híreink természetesen. Ha már hackkelésnél tartunk, úgy látszik most az ilyen sláger pár napja. Képzeljétek el, hogy már androidos mobilra is felhackkelték a 3D Touch-ot, legalábbis szoftveresen. Ugye a 3D Touch az új iPhone-oknak a speciális hardware eszköze, amivel ugye érintés érzékenyé teszik az érintő kijelzőket még inkább, tehát nyomás érzékenységet is mér, tehát ha mondjuk erősebben nyomod, vagy gyengébben nyomod a készülékednek a kijelzőjét, akkor más-más funkciókra lehet rábírni. Ugye az Apple múlt hónapban piacra dobott iPhone 6S modelljének egyik újítása a 3D Touch képernyőpanel bevezetése volt, aminek köszönhetően a telefonok már nem csak egy érintés helyét, de annak erősségét is képesek érzékelni, most azonban ravasz androidosoknak sikerült kiötölniük egy módszert arra, hogy miként teheti képessé új hardware nélkül is egyes mobilokat ugyanerre.
Az ötlet lényege, hogy cseppálló és így jó légzáró képességgel rendelkező mobilok belső nyomás érzékelőjét, tehát a barométerét használják fel annak érzékelésére, hogy a felhasználó milyen erősen nyomja meg a képernyőt rajtuk, bár van itt egy videó is, ami ezt mutatja. A videó tanúsága szerint a dolog alapvetően jól működik, telefononként egyedi kalibrációt igényelhet, ráadásul, ha a zárás nem tökéletes, egy idő után kiszivárog a levegő a készülékből, ami használhatatlanná teszi ezt a módszert az adott célra. Persze a dologban itt maga az ötlet ugye a lényeges, ami mindenképpen dicséretet érdemel, és akkor itt a videóba egy picit bele kuksolunk, nem lehet összekicsinyíteni, de vicces, tehát hogy így úgy van megoldva az oldal, hogy mögötte az oldal, na így már összekicsinyítek egy kicsit, hogy azért mégis láthassuk, hát tökéletesen úgy működik, ahogy egyébként ennek működnie köll. Kérem szépen, kicsit direkt van fordítva a panel egyébként, tehát még mielőtt bárki beleszól, így csinálták meg a videót, hogy ne legyen ebből probléma. Oké. Na, lényegtelen is ez a része, ugye megbeszéltük már azt is, hogy maga magukkal a régi iPhone-okkal is meg lehet ezt csinálni, egészségedre ezt így, igaz, hogy jailbreakelni kell hozzá a rendszert, mert hát ha belegondolunk igazából, hogy most nagyon jó, hogy a nyomást kezdtük el itt, tehát a nyomásra próbálunk újabb utasításokat adni a telefonok, de ez maximum 1-2 plusz utasítást tud igazából kihozni magából ezáltal a készülék, hiszen eddig is tudtunk ilyeneket csinálni, hogy mondjuk hosszabb ideig nyomtunk, tehát csak az idővel játszottunk, nem magával a nyomással, hanem az idővel játszottunk. Tehát mondjuk, hogyha nyomtál egy adott pontot, de hosszabb ideig, hát akkor is más funkciókat lehetett már most is beállítani a készüléket. Most az, hogy van egy olyan panel, egy újabb szenzor, amely már magát a nyomást is érzékeli, ez csak egy plusz dolog, de annyira nem egy nagy vaszizdasz, én azt gondolom. Természetesen azért ettől függetlenül nem akarjuk ennek a jelentőségét csökkenteni, tehát ez egy nagyon szép és jó dolog, hogy már egyre többet tudnak a mobiljaink, és már egy alap készülékben, jó, alapban nem, de mondjuk egy közepes készülékben is minimum 10 darab szenzor van, amivel már tud operálni egy okostelefon. Hát most még egy plusz szenzor, és majd még lesznek ilyen szenzorok, ne aggódjatok. Igazán egy jó hőmérséklet szenzort már azért csinálhatnának egyébként, tehát ez a tök jó, hogy hány fok van kint, és a Google-től kell megkérdezni, miért nincs egy normális szenzor, ami ezt mondjuk megméri, hát simán meg lehetne. Nem csak, és ne az akkumulátornak a hőmérsékletét mutassa, mert nem az érdeke, az aksi jóval forróbb, mint ugye amúgy a hőmérséklet, odakint mondjuk, meg ugye a zsebünkben van, meg bármi, tehát mondjuk egy normális külső hőmérsékletet mondjuk bele tehetnének, nem? Egy egyszerű hőmérőről beszélünk. Nem azt mondom, hogy higany tegyenek bele, meg lehet ezt már másképp is oldani, sőt, biztos, hogy ebben van olyan készülék, amiben van is, de egyébként eléggé csalnak ezek például. Jó. Oké. Következő hírünk, az pedig Facebookkal kapcsolatos. Ugye, már a Facebook bevezette az új keresőjét, ez szerintem a napokban volt hír, amelyel gyakorlatilag most már mindent lehet keresni. Viszont nem árt, ha ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be a magunknak, legalábbis ugye megint csak az adatvédelem beállításainkat, hogy azért nehogy már mindent meg lehessen rólunk találni. Az, hogy az új kereső megérkezik a Facebookra, nem csak jót jelent, másokkal is sokkal egyszerűbben megtalálhattunk majd mindent, amit kiposztolt, akár sok évvel ezelőtti bejegyzéseket is, de csak akkor, ha hagyjuk ezt, ugyebár. A Facebook keresésért felelős csapata múlt héten jelentette be az új fejlesztést, a közösségi oldal végre egy normális keresőt kap, akkor keresne, amikor keresne valamit, akkor ez feltétlenül jó, keresnétek valamit, akkor ugye ez egy feltétlenül jó hír, de persze van ennek egy másik oldala is, amikor is tehát, hogy akármikor is tette közé a Facebook, és akármit, erre gyorsan rá lehet találni ugye mások által is. A Search FYI nevezetű kereső, mert hogy így nevezték el az új generációs Facebook keresőt, minden olyan bejegyzésre rá tud találni, amit nyilvánosként osztott meg valaki. Bármikor is tette azt. Tehát a Facebook indulása óta akár. Az lehet, hogy már nem is emlékszik rá, mit írt ki mondjuk 4-5 évvel ezelőtt az illető, de akinél bekapcsolják az újfajta keresőt, az nagyon egyszerűen rátalálhat majd egy-egy olyan bejegyzésre, amit ma már nem feltétlenül úgy gondolunk, és ami esetleg kellemetlenséget is okozhat mondjuk egy új munkahelyen vagy egy baráti társaságban. Tehát nem árt ezeket a kereső
be mondjuk esetlegesen korlátozni. Tehát mondjuk ezt úgy tudjuk megtenni, hogy megnézzük a régebbi bejegyzéseinket, hogy melyik publikus, melyik csak az ismerőseink számára szóló, és ezeknek ugye a jogosultságait állítgatjuk. Érdemes tehát egyrészt fokozottan átgondolni, hogy ezek után miket teszünk közzé, ezt mondjuk eddig is sem ártott volna, ugyebár, mivel minden jóval könnyebben megtalálható lesz másrészt, mivel minden bejegyzésre úgysem emlékszik mindenki, fontoljuk meg, hogy korlátozzuk a korábbi megosztások láthatóságát. Ezt a Facebook beállítások menüpontjában az adatvédelemen belül lehet megtenni, a kiláthatja a dolgaimat című feliratnál. Szerintem itt ezt amúgy is valami alapértelmezetként nem árt, ha valaki beállít valamit. Nálam például ismerősök vannak csak beállítva, tehát bármi, amit kiposztolok, ha csak az ismerőseim látják. Sőt, én magam, hogyha mégis azt akarom, hogy publikus legyen, akkor majd én átállítom. És arra is tessék odafigyelni, hogy néha-néha, hogy úgy mondjam, megviccel bennünket a Facebook, legalábbis régen volt olyan, hogy kiposztoltál valamit, átállítottad ezt a jogosultságot, és úgy maradt. Tehát utána meg csak olyan jogosultságokkal posztoltak ki. Tehát most mondok valamit, én régebben úgy küldözgettem magammal mondjuk linkeket, hogy azt más ne láss, hogy csak magamnak. Tehát megosztottam csak magam számára, tehát csak én láthattam. Ám de ez úgy maradt. És csodálkoztam, hogy miért nem reagálnak az én ismerőseim a posztjaimra, amiket úgy kiteszek, és mit egy hét után sem reagált valaki, tehát számomra szerintem tök vicces dolgokat tettem ki, és mondom, ez ennyire nem lenne vicces. És akkor így úgy észrevettem egyszer csak, hogy ja, hát csak magamnak osztottam meg, tehát innentől kezdve persze, hogy nem látják az ismerőseim, nem tudnák rá reagálni, úgyhogy ezekre azért tessék odafigyelni. A régebbi bejegyzéseknél is ugyanez egyébként módosítható. Kattintsuk a régebbi bejegyzések korlátozása feliratra, majd a felugró ablak figyelmeztet bennünket, hogy ilyenkor bizony lekorlátozzuk a régebbi bejegyzéseinket. Magyarul, ugyebár, hogyha átállítod a jogosultságot, ezt mondjuk egybe lehet kezelni, de persze lehet posztonként is, csak hát ha most visszamegyünk évekre visszamenőleg, és valaki sokat posztol, akkor több ezer posztot lehet egy kicsit nehéz kezelni, tehát így egyben érdemes ezeket kezelni. Tehát aki meglépi ezt, ugye minden korábbi Facebook bejegyzésének láthatóságát az ismerőseire korlátozza, tehát nem lesz publikus. Jó? Mert ha valami eddig publikus volt, azt lehet igazából visszafelé korlátozni, vagy akár törölni, hogyha mégsem tetszik egy-egy bejegyzés. Tehát ezekre mindenképpen tessék odafigyelni, hogyha nem szeretnénk feltétlenül, hogy a keresőben ránk találjanak, vagy bizonyos bejegyzéseinket mondjuk átnyálazzák azok, akiket nem szeretnénk, hogy átnyálazzák azt. Oké. Aztán, hát van még egy-két hír, de hagyjuk, majd ha még esetleg marad rá idő, akkor talán. Inkább nézzük, hogy milyen hozzászólások érkeztek. Indítom a Skype-ot, már fut is, a telefont is izzítja a Steve. Én meg mostan akkor olvasom a Facebookot. Zsoltival kezdjük. Szerinted lehet-e még valahonnan Windows 95 és 98-as rendszert varázsolni? Hát ugye van az a mondás, hogy ami az internetre felkerül, az fenn is maradt, tehát valahol biztos van fönt Windows 95 meg 98 telepítő, de igazából az a kérdés, hogy igen, itt felmerülnek olyan kérdések, itt megint ugye belőlem a lelkiismeret szól, hogy hát az ilyen régi szoftverek is annak idején azért licenszeltek voltak. Tehát, hogyha most valaki bárhonnan beszerez mondjuk egy Windows 95-öt, 98-ot, ott is azért azokat licenszelni kell. Tehát, ha nincs hozzá licenszed, te értsd termékkulcsod, akkor hogy fogod föltelepíteni? Tessék? Hogy nem kell? És akkor nem kell? De attól még a telepítő kérni fogja. Tehát, hogy valami megoldás biztos kell rá. Úgyhogy nem tudom igazából, hogy ezekkel a rendszerekkel mi van. Oké, aztán Szabolcs, remélem, hogy a Fix HD TV oldalán is preferált oldal lesz. Amúgy, ha az ember csak böngészik és nem torrentezik, akkor nem fog észrevenni semmit belőle, és ha az illető VPN-en keresztül internetezik, akkor mi a helyzet? Mi van? És akkor itt posztoltál egy képet is, hogy sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 2000 is megvan.
Hát igen, vagy a 98, ugye, hogy az én Facebook oldalon Vágási Feri által ugye, láthattuk, meg annak idején ugye a Szomszédok című remek teleregényben, amikor is még a Windows 95-re volt büszke ugye a Microsoft, de hát Vágási Feri is, hogy ő neki már megvan. Hát most már Windows 10-nél tartunk, ha most a számokat vesszük sorrendbe, akkor valóban a 10 az kevesebb, mint a 95 vagy a 2000, de ugye itt nem a számok döntenek, hála Istennek. Ez az egyetlen hely, ahol nem a számok döntenek. Viszont ezt nem egészen értem, hogy, hogy remélem, hogy a fix HD TV is preferált oldal lesz. Ez egész pontosan mit akar most jelenteni? Tehát mihez képes lesz preferált? Tehát preferált most is lehet, valaki sokat nézegeti, akkor számára preferált oldal, nem? Amúgy, ha az ember csak böngészik és nem torrentezik, akkor nem fog észrevenni semmit belőle, de miből is? Nem értem a kérdést, vagy a hozzászólásodat, Szabolcs, ezt egy kicsit úgy kifejthetnéd, mert vagy fogadjunk, hogy van korábbi poszthoz írod ezt hozzá már megint, és akkor azért nem értjük itt a lényegét. Na mindegy, majd rájövünk. Vagy én nem vagyok most erre így ráhangolódva. Vince Ádám Laci írja nekünk, sziasztok, a nyomásos panelnek megint az a hátránya, hogy van egy izomsorvadásos emberke például, na ő biztos nem tudja nagyobb erővel nyomni a panelt, ellenben hosszabb ideig azonos erővel igen, jó a műsor. Köszönöm szépen, hát azért szerintem egy érintő képernyő megnyomásához én azt gondolom, hogy annyira senkinek nincsenek elsorvadva az izmai, hogy ne tudjon megnyomni egy érintőképernyőt. Ha igen, akkor ott már mindegy, hogy nyomás érzékenye vagy sem, mert akkor ő a rendes képernyőt sem tudja valószínűleg normálisan megnyomni. Tehát, hogy itt nem akkora erőhatásokról beszélünk, tehát azért egy izomsorvadásos embernek maximum olyan problémái lehetnek, hogy több kilónyi különbséget esetleg lehet, hogy már nem tud egy, nem tudom, 10 kilós súlyt fölemelni, vagy azt már nehezebben emeli föl, de még 10 kiló sem olyan nehéz, tehát annyira azért szerintem nem nagyon van senkinek elsorvadva az izma, hogy ne tudjon ilyen súlyokat megemelni. Egy érintőképernyőnél meg nem 10 kilókat, meg 100 kilókat kell nyomni azon a képernyőn azért, hogy más csináljon, hanem egy picit finomabban, meg erősebb, egy icipicit erősebben lehet megnyomni. Jó, aztán... Iti, igen, Attila, igen, jó, Attila is posztolt nekünk viccesképp, egy szegény Iti, de ugye mennyi roaming díjat vethet ki a szolgáltató, hiszen Iti ugye haza szokott telefonálni. Hát, kérdés, hogy honnan jött Iti, ugye? És ugye valóban haza lehet-e telefonálni. Értjük a poént. Aztán Endre írja nekünk az egész élet 22-es csapdája. Hát, igen. Ezek ilyen nagy bölcsességek ma a Tiszátókból, nincs ezzel semmilyen gond. Szintén Endre írja, hogy egyszer már fizetett a felhasználó az internet elérésért X összeget. Most meg még egyszer fizetnie kell, de minek? Annyiszor húzzák le a bőrt, ahányszor akarják. Igen, ez egy ilyen örök vita egyébként, tehát hogy bizonyos emberek valahogy nem értik ezt a... Tehát ez kicsit olyan, hogy bemész a boltba, veszel kenyeret meg tejet, fizetsz a kenyérért, akkor miért fizetnél a tejért? Ez legalább egy ugyanilyen kérdés. Tehát mi köze az internetnek az interneten elérhető szolgáltatásokhoz? Semmi. Te az internet szolgáltatásért fizetsz. Az internet szolgáltatónak fizeted azt az összeget, hogy számodra kiépítse és biztosítsa az internet szolgáltatást, mint úgy. De az internet szolgáltatónak köze nincs az interneten elérhető tartalmakhoz, vagy szolgáltatásokhoz. Tehát azokért, ha azok fizetősek, azokért külön kell fizetni. Ez nem hiszem, hogy olyan nagyon meglepő. Ez olyan, mint a mobiltelefon. Tehát veszel egy mobiltelefont a szolgáltatótól. És akkor miért fizessél te havidíjat, meg izét? Már egyszer vettél egy szolgáltatótól egy mobil? Hát attól még van ennek a szolgáltatásnak is egy díja. Nem? Tehát ez nem tudom, mi nem világos, hogy ezen miért kell felháborodni, hogy az interneten is vannak fizetős tartalmak, és ezért az ember ezt többszörösen húzzák le róla a bőrt. Nem. Megmondom, miért nem. Mert egyik sem kötelező, ugyanúgy sem. Tehát a sokszorosan lehúzzák az emberről a bőr című történet, az egy olyan dolog, hogy ez nem egy adó, amit kötelező fizetni, bár egyébként majdnem egy internetadót majdnem bevezették, ugye, és még nincs elvetve a történet, hanem ez egy szolgáltatás, amit te magad eldönthetsz, hogy te igénybe veszel-e vagy sem. Senki nem kötelez rá. Tehát magát az internet szolgáltatás sem kötelező neked kifizetni. Ha szeretnél internetet, akkor viszont kénytelen vagy fizetni érte. Ugyanez a helyzet a szolgáltatásokkal, az interneten elérhető fizetős szolgáltatásokkal. Magyarul, vagy igénybe veszed,
nem kötelező, mondjuk példaként megint csak akkor hozzuk fel a fizetős YouTube-ot, nem kötelező a YouTube-on fizetni, viszont ha fizetsz, akkor lehet, hogy olyan többlet tartalmakat is elérsz, amit mondjuk, ha nem fizetsz, akkor nem érsz el. Meg, ugye nem kapsz reklámokat, amiért mindenki sír, ugye? Fizetsz, és akkor nincs reklám. Ha nem fizetsz, akkor van reklám. Meg lehet, hogy vannak, lesznek a jövőben olyan videók, amiket mondjuk nem érsz el, mert azokat csak úgy teszik elérhetővé, hogy bizonyos összegért cserébe. Most is vannak ilyen korlátozások, vannak régió korlátozások például. Tehát vannak olyan videók, amiket azért nem érsz el, mert mondjuk le van korlátozva bizonyos országokra. Lehet ilyet csinálni. Mi magunk is csinálhatnánk akár ilyet, bár mi nekünk nem érdekünk mondjuk csak Magyarországra rekorlátozni bizonyos mondjuk a műsorainkat, hogy nézzék világszerte. De vannak olyan műsorok például, amik országokra korlátozva vannak, mert ilyen jellegű megállapodások vannak a különböző forgalmazókkal. Tehát ez egy ilyen történet. Vagy például külföldi TV csatornák. Nem lehet mondjuk Magyarországon nézni, mert azoknak csak olyan jellegű korlátozásuk van, hogy csak adott országban érhető el. Tehát mivel nem lehet másképp normálisan követni, ezt természetesen a szolgáltató dönti el. Tehát megint csak nem gondolom, hogy ez probléma. Hát persze probléma, mert meg szeretnénk nézni, és nem tudjuk, akkor az probléma, de valahol megérthető, hogy itt jogdíjakról, megint csak pénzről, érdekekről beszélünk, és ha itt érdekek ütköznek, akkor bizony fognak ellene tenni, tehát le fogják korlátozni például. De ha fizetsz, akkor lehet, hogy ezeket a szolgáltatásokat és a jövőben mondjuk el lehet érni, erre ki kell alakítani egy megfelelő modellt. Oké, sziasztok, ezzel a törvénnyel visszafejlődik az internet. Hát ez is egy vélemény, mondom, igaz, lehet bizonyos szempontból, lehet, hogy igen, hiszen megkülönböztetjük, tehát nem lesz igaz az, ami az elején igaz volt, amikor az egész internetet, hogy úgy mondjam, elindították, beindították, meg most is ugye, ha most az alapelveket tekintjük, akkor tényleg nehogy már az internetes, mondjuk egy internetes bloggernek, meg egy nagy high-tech cég által működtetett weboldalnak, mondjuk ne lehessen akár ugyanakkor a nézettsége, most mondok egy példát. De valószínűleg nem lesz, tehát az élet meg ezt egy kicsit úgy megváltoztatja, mert nagy valószínűséggel még egy high-tech cég vagy egy tech cég megengedheti magának, hogy azt mondjuk szétreklámozza, és ezáltal mondjuk több nézőt, vagy weboldal olvasót, vagy nagyobb elérést tudjon magának generálni, vagy akár esetleg fizet érte, hiszen vannak fizető szolgáltatások, hirdető szolgáltatások, amikkel pont, hogy te magad is, hogyha fizetsz mondjuk mondjuk a Facebookon egy hirdetésért, hogy a posztodat többen lássák, akkor többen is fogják látni. Nagy valószínűséggel több elérést fog generálni. Persze attól is függ, hogy milyen jellegű tartalomról beszélünk. Ha a kutyát nem érdekel, akkor több millió fizetsz érte, akkor se fogja többen megnézni. De olyan tartalomról beszélünk, ami mondjuk érdekes is, és szeretnéd, hogy többen elérjék, akkor lehet. Van erre fizetős modell. És van, aki ezért mondjuk fizet. Persze, hogy ő nagyobb prioritást élvez, megkapja a szolgáltatásért, vagy a pénzért azt, hogy több helyre jut el, vagy több ember tudja ezt megnézni, vagy több embert ér el, míg te, amíg ki nem fizet, ne is várd el azt cserébe, hogy ugyanannyira elérhető legyen. Ez attól is függ persze, hogy mennyi követőd van. Mert ha valakinek mondjuk 100 000 követője van, és ő kitesz egy posztot, és van, akinek meg van mondjuk 5 000 követője, az nagy valószínűséggel, ha fizet, sem biztos, hogy elér annyit, mint mondjuk a 100 000 követővel rendelkező emberke. De hát ez ugye megint már social marketing kicsit. Úgyhogy igazából ez a netes egyenlőség történet, ez valamikor az ősidőkben jól hangzott, meg most is az elvek szerint ugye a netikett és társait, hogyha nézzük, akkor gyakorlatilag a net semlegességet, ha tekintjük, akkor ez egy tök szép dolog, csak nem olyan egyszerű, mint ahogy az életben sem minden olyan egyszerű. Tehát, hogy azért itt érdekek ütköznek, és természetesen nincs olyan, hogy egyik gyorsabb, másik lassabb, vagyis hát ez van, nem lehet minden ugyanolyan, mert akkor ennyi erővel Józsi bácsi is hisztizhetne otthon Pilipócs Újfalun, hogy neki miért van csak 1 megás internete. Hát sajnos ez van, mert az az infrastruktúra tudott odáig elérni, miközben van, akik meg gigabiten ülnek. Hol van itt az egyenlőség? Mert alapból nincsen egyenlőség, ugye? Tehát szép, ez olyan, mint az életben is, nem? Az ember is egyenlőnek születik. Aztán nézzétek meg, mi van a világban. Na, Dani, régóta vársz, én meg itt filozofálgatok ezeken a dolgokon, de hát úgyse fogok tudni pontot tenni a dolgok végére, csak hát azért illik róla beszélni, hogy mindenki egy kicsit gondolkodjon el rajta. Na, hello, Dani! Annyit jegyeznék meg, ez egy olyan, mint hogyha lenne egy sima közért,
mondom, be lehet menni vásárolni, meg lenne egy olyan közért, ami belépő díjas lenne. Igen. Sokkal jobb minőségű dolgok lenni. És ezért egy kicsit, hát nem tudnám ezért leírni milyen szavak, hogy ez mennyire nem jó modell. Mert sajnos nem tűrne a mikrofon ezt a dolgot, amire ezt ki tudnám mondani. De miért? Tehát mi ezzel a gond? Mert ez az, hogy már az internetet is többféle adóból akarják összerakni azért. Nem adó, ezt ne nevezzük adónak, mert itt nem adókról beszélünk. A sarcolásnak mondhatjuk, mert ez már sarcolás. Na de ez most is így van, tehát szolgáltatásokról beszélünk, az internet is egy szolgáltatás. Igen, ami... valahogy rossz nézőpontból nézik a szolgáltatók is az ilyen dolgokat, mert hogyha valamit ők el akarnak adni, akkor nem mi fizessünk azért, hogy ne legyünk rá kíváncsiak. Ezt próbáltam fejtegetni, csak minden ember másképp látja az ilyen dolgokat. Ezt mondom viszont a másik oldalról, pedig ő ingyen ad egy szolgáltatást. Nem, mert általában azok, tehát most a hirdetésekről beszélsz, gondolom én, leginkább, nem? Igen, hajlok a felé. Na, tehát a hirdetés, valamiből fönn kell tartani magát egy olyan oldalnak, aki egyébként ingyen szolgáltatja a szolgáltatását. Hát például a hirdetésből tartja fönn magát. Tehát ezen mi ebből a probléma? Hát az, hogy ő mennyire... Te hogy csinálnád, Dani? Csinálja. De most fordítsunk a helyzeten. Van egy jó ötleted, egy szolgáltatásod, interneten meg akarod csinálni. Hogy csinálnád meg? Nyilván használnak én is reklámot, csak... Hát akkor ugyanerről beszélünk. Igen, csak nem olyan gusztustalan módon, amit lehet, hogy legnagyobb szolgáltatók tudnak létrehozni. De most mondj példát. Nem akarok semmit annyira például meg reklámozni, de nem egy olyan weboldalon jártam már, ahol egyszerűen már a rosszul... Olyan van, de ez is egy örök téma állni, ezek a reklámok történet, csak tényleg megkérte a másik oldalt, és persze, ha valaki gusztustalan módon csinálja, tehát hogy tényleg nem bírsz a reklámoktól, nem látod a tartalmat, az tényleg gusztustalan, és az egyébként szembe is megy ezzel a netsemlegesség történettel, ha belegondolsz, tehát az elveivel ütközik, mert innentől kezdve nem a tartalom van, tehát nem a tartalom az, amit te megkapsz, miközben te azért mész fel arra az oldalra. Hanem a tartalom az kisebb súlyban van, és nagyobb súlyban van mondjuk a hirdetés. Teszem hozzá, hogy mondjuk, és most nem védeni akarom én itt a különböző tech cégeket megint csak, de például egy Google az ő hirdetéseit, amit teszem hozzá, tök ingyen bárki egyébként kereshet ezzel akár pénzt is, egy olyan ingyenes szolgáltatáshoz csatlakozva, ahol hirdetéseket lehet beépíteni mondjuk a saját a te weboldaladba, és ha mondjuk ott sok nézőt vagy elérést hozol, akkor ugye többen látják ezeket a hirdetéseket is, bizonyos százalékban még pénzt is kapsz ezek után, a hirdetések után, tehát még keresni is lehet ezzel, de például az ő irányelvével az ütközik is, tehát megvan szabva, hogy bizonyos hol lehetnek ezek a hirdetések elhelyezve, hány darab lehet, milyen arányban lehet a tartalom és a hirdetés egymáshoz képest, és például ott, hogyha olyan van, hogy valaki csak hirdetésekkel rak tele egy oldal, de tartalom nincs rajta, ki fogják zárni a rendszerből egy idő után. Tehát, hogy azért figyelnek erre, persze vannak olyanok is, akik nem annyira, de például a nagyobb cégek, akik ilyennel foglalkoznak, most mondom itt tényleg a Google-t például, mint aki foglalkozik ilyennel, ő például erre nagyon is odafigyel. Igen, meg vannak bizonyos weboldalak, hogy igazából egy olvasott cikket, amit megosztanak, és igencsak feltaglalják a hirdetésekkel, holott az én számomra ez gusztustalannak minősül már, hogy elkezdek valamit olvasni, és oda a képenbe beletesznek egy hirdetés hullót. Én végül akarom a cikket olvasni, hogyha két oldalra, alulra, felülre, meg két oldalra tesznek hirdetést, én látom, tudomásul azt mondom, hogy olyan, akkor még meg is nézem, de ne az oldal közepébe tegyenek hirdetést, meg ilyen felugrókat. Na, igen. Adottól már esküszöm rosszul, és inkább nem látogatom azt az oldalt. Hát egyetértek, van egy pár ilyen oldal valóban. Én is belefutom. Az oldalakban azért betetnék azt is, hogy mennyire jó az oldal. Mert ott igazából le tudnám írni a véleményet, hogy így ezzel a mentalitásukkal igazából nem fogok soha ide visszajönni, mert ez nem elfogadható, ez a viselkedésmód, ami azon a weblapon működtet. Jogos. Jogos, amit mondasz, viszont ez is egy olyan dolog, hogy ez sem kötelező. Tehát ha neked ez nem tetszik, akkor nem mész arra az oldalra. Ez ennyire egyszerű, hogy mondtad.
Most azzal persze ők is veszítenek, meg lehet, hogy te is. Ha meg kíváncsi vagy arra a tartalomra, amit adnak, akkor így is úgy is el fogsz arra az oldalra menni, és bár morogva állandóan csukod be ezeket a hirdetéseket, de akkor is ott vagy. Vagy igen, vagy használsz egy 30 félcsős számot a dolgot, ami igazából megint azt mondom, hogy ez az oldal úgymond kényszerít arra, hogy én etikátlan viselkedés folytassak le. Hát igen, ez megint egy olyan dolog, hogy igen, ezzel lehet vitatkozni, de valóban, tehát hogyha te etikát, de az is etikátlan, hogy ő pedig az arcodba dobja a hirdetést, és pofátlan módon. Mert ha ezt valahogy értelmesen, szépen, normálisan, finoman csinálná, akkor azt mondja az ember, hogy rendben van. De vagy legalábbis sokkal rendebben van, mint ahogy most van. Értem, abszolút, és ez a része jogos. Igen, meg hogy mond. Szó van arról is, hogy igazából a Google, én analitikába néz, hogy én miket szoktam keresni, és olyan hirdetéseket dob fel. Ez még egészen jó, mert nagyon sokszor nézedök ilyen tech oldalakat, és hogyha olyan dolgokat olvasok el, amik később során eljutatnak hozzám hirdetésként, én ezeket jól is veszem, de amikor bedobnak olyan reklámokat, hogy ezt nem hiszem el, soha térben nem foglalkoztam ilyenekkel, és ezeket dobja be, attól a biztosíték nálunk nagyon is kiszáll. Igen, hát ez attól függ persze, hogy milyen oldalakon vagy milyen oldalakat látogatsz, mert ugye hát most az annak az oldalnak a hirdetői, gondolom én. Tehát amikor így kapod a bankreklámokat, meg a nem tudom milyen reklámokat, arra nem biztos, hogy az ember feltétlenül kíváncsi, viszont annak az oldal üzemeltetőjének ezekkel a cégekkel van megállapodása, tehát logikus módon ezeket a reklámokat fogja nyomni. Míg a Google-nél egy ilyen, hogy mondjam, tehát egy hirdető rendszer van, ahol nem az a lényeg feltétlenül, hogy hol jelenik meg, hanem a mennyiség és a kattintás szám után. Tehát egy kicsit más a filozófia ezeknek a hirdető rendszereknek, mint mondjuk egy hírportál esetén, mert inkább a hírportáloknál szokott az lenni, hogy minden egyes cikk elé, mögé, tetejére, felugróba, mindenhova tesznek hirdetéseket. Van, aki ezt is tudja finoman csinálni, de van, hogy hol lehet egyáltalán becsukni, nem látom a cikket. Érted? Tehát hát, ilyen is igen, van. Igen, igen. Én már csak annyit tudok mondani, hogy elég sok az ilyen szolgáltatás, vagy nagyon sokan vagyunk az interneten, mint hát sokan. Nem felhasználók, hanem mint eladók. Nagyon sok ember akar ebből meggazdagodni, és szerintem ebből van a baj. Ha fel ennyien lennének, szerintem fel ennyi hirdetés van, és már nem morognak félvilág dolgokon. Igen. Hogy ha fel ennyien lennék, akkor igazából a fejlődést már lassítanánk ezzel. Igen, meg ugye... Igen. Na jó, hosszan bele lehetne menni, van véleményem erről abszolút, de hát igazából csak annyit tudok mondani erre, hogy ez is ugye a média, tehát ez is a média gyakorlatilag. Tehát az internet is egyfajta média, és mint média, mint látod, az összes televízió minden tele van hirdetésekkel, az internet is tele van hirdetésekkel, ez is egy szakma, ez is egy üzlet szerzési vagy pénzszerzési lehetőség nagyon sokaknak, sőt, nagyon-nagyon-nagyon sokaknak. Tehát a kereskedelemnek ez a része, ez gyakorlatilag, ez most éli a virágkorát, tehát a különböző marketing cégek 80% az internetes hirdetésekből, meg a médián belüli hirdetésekből él, vagy legalábbis azokon keresztül próbálja megtalálni a felhasználókat, vagy a vevőket, ugyebár. Igen, és még egy apró pici gondolatom van, hogy múltkor már beszéltünk róla, hogy esetleg ha valaki tudna abba segíteni, hogy lehet a nagy Y most a videó megosztani olyan beállításokat eszközölni, hogy ne a tech cég ajánljon fel nekem videókat, hanem amit én megnézek, tegyük fel egy régi business együttest, akkor az összes eddigi videóit ajánlja fel, nem random módban dobáljon be másokat is. Hát ez elvileg ez automatikus, tehát ilyen hasonló videók, vannak ilyen opciók, ugye különböző szinten szortíroz, tehát hogy próbál hasonló tartalmú, vagy akár ugyanattól az együttestől származó videókat dobálni. Igen, az a baj, hogy próbál, csak egyre rosszabb keresési eredménye, míg régebben. Szerintem ez meg videótól függ, videótól meg ugye feltöltőtől is függ, tehát mondjuk bizonyos videóklippek esetében, vagy bizonyos előadók esetében azért elég jól betalál, viszont nem mindig. Tehát sok olyan videóra kell keresni, és akkor lehet, hogy egy idő után már ő magától tudja, hogy milyen irányba menjen el. Tehát ezek ugye öntanuló rendszerek,
Tehát, igen, vagy megint látszik, hogy megint ott tartunk, hogy túl sok félember tölti fel ezt a bizonyos előadótól egy-két számot, és ezért lesz ennyire. Pontosan, jó, abszolút jól látod. Tehát ezért van az, hogy mondjuk föl kell egy videóklip tök mindenki kitől. Célszerű az official-t nézni, tehát mindig azt az oldalt keresni, aki annak a hivatalos feltöltője. Mondjuk egy videóklip esetében általában annak a zenésznek vagy együttesnek a zenei kiadójának az oldalát érdemes nézegetni, nem holmi X felhasználók által feltöltött videókat, hiszen akkor nagy valószínűség a kiadónak a további repertoáriát fogja a továbbiakban neked beadni, nem pedig a felhasználónak a videóit, vagy annak a kedvenc videóit, mert ugye általában így szokott szortírozni. Igen. Oké, Dani, én is köszönöm, hogy egy kicsit elméláztunk ezeken a dolgokon, de hát erről lehet még mit beszélni, úgy érzem, úgyhogy... Abszolút, vagy majd egy restart extrás. Jól van, köszönöm. Okay, halléhó, szevasz. Viszont neked is megyünk tovább. Ádám Norbi, vagy Norbert Ádám kérdezi, hogy üdv, tud-e valaki segíteni abban, hogy újra húzott laptopon miért dob korlátozott kapcsolatot a wifi-re? Hát ez attól függ, most ez egy kevés infó, mert tehát mondjuk egy Windows 8, Windows 10 esetében már ugye, ahol felhőbe, ha persze felhőbe tárolod a beállításaidat, ugye, akkor elvileg ugye a wifi kapcsolatokat is sem kell, ugyanúgy, ahogy mondjuk az okostelefonok esetén újra beállítanod, hanem amikor bejelentkezel, persze ez is egy kicsit hülye hangzik, ugye, tehát hogy bejelentkezel, de ha nincs wifi-d, akkor hogy jelentkezel fel a hálózatra egyáltalán, ahol bejelentkezel az itt. Mindegy, most ezt a részt félrerakjuk, de gyakorlatilag elvileg a beállításaid visszatérnek. Most a korlátozott kapcsolat az ugye azt jelenti, hogy valamiért nincs interneted, tehát most vagy nem látja azt a wifi-t, mert nincs beállítva, vagy nem tudom mitől lehet, hogy driver hiba is lehet, bár akkor kompletten a wifi adaptert nem látná, tehát nem, hogy hálózatokat nem látna, vagy nem tud hozzá kapcsolni, hanem az egész adaptert sem látná. Itt szimplán lehet, hogy csak annyiról van szó, hogy lehet, hogy azóta változtat, tehát vagy egy régi beállítás van meg, és azóta változott a jelszó, vagy a wifi-nek egyéb más beállításai. Egyszerűen törölni kell azt a wifi kapcsolatot, és létre kell újra kézzel hozni ez a megoldás. Ha minden jól be van állítva, és minden működik, legalábbis normálisan működik a wifi adaptered és a wifi routered is, más eszközökkel tudsz rá kapcsolni, akkor szerintem az újra telepített gépen is, hogyha újra beállítod a kapcsolatot, akkor fogsz tudni rá kapcsolódni rendesen. Jó, aztán Attila írja, aki nem ismeri a restartot, annak nincs általános kultúrája. Jaj, de rendes vagy, hogy ilyeneket mondasz, mert az általános kultúra, amit elhangzik, hát végül is. Jó, igen, itt van a vágási Feri féle, de videóban töltötted föl, én nekem maradt egy képmegosztás. Jó, frissítünk egyet. Azt mondja, hogy mi lenne, ha a marketing szakma helyett azt mondanák, hogy a tudatalattal kommunikáló cég. Azt mondanák, hogy a tudatalattival kommunikáló cég. Miért mondanánk ezt? Vagy nem tudom, ez olyan enigmás, tudod? Azt majd most a restart után majd Drábik bácsi úgyis azt fogja mondani. Nem, mert most az oroszokról lesz. Na mindegy, visszakanyarodva erre, hát igazából minden tudatalatti, minden tudatalatt dől el. Tehát amikor így nézel ki a fejedből, vannak gondolataid, de ugyanakkor azért fogod az inputokat. Azok az inputok hatnak a tudatalattidra. Bármi. Minden hat a tudatalattidra. Tehát nem csak azok a dolgok hatnak az emberre, amire éppen koncentrál, azok persze jobban általában, már aki tud koncentrálni, de úgy egyébként is a körülötted lévő környezeted, minden hat a tudatalattidra. Tehát, hogy igazából most felesleges ezeket a cégeket gonosznak beállítani, csak azért, mert ők is próbálnak hatni a tudatalattinkra. Nem gondolnám, hogy ez gonoszság, persze lehet gonosz célokra is használni. Csak általában az ilyen nagy cégeket, meg a gazdag embereket, cégeket, ez mindenki gonosznak állítja be. Ugye? A pénzhatalmi világelit meg, mit tudom én. Lehet, sőt, lehet, hogy gonoszak is. Na de azért csak mert mindent megtehetnek, mert pénzük van című történet? Nem feltétlenül biztos, hogy a kettő az minden esetben egyenlő. A lehetőség ott van, de nem biztos, hogy mondjam, tehát én mindig abban hiszek, és akkor ez most nem annyira restart téma, de úgyis végem van már a műsornak, úgyhogy túl sok dologra
már nem lesz időnk, de én mindig az egyénben hiszek. Tehát mindent egyenként kell, egyénileg kell megvizsgálni, mind az embereket, főleg az embereket egyébként, mind a cégeket, és a cégeknek a különböző irányelveit. Tehát, hogy nem lehet így általánosítani, mert ha általánosítunk, azokból jön ki azokból jönnek ki azok az általános sztereotípiák, amiket, hogyha az ember túl sokat tapasztal negatívan mondjuk ilyen sztereotípiákat, akkor kialakul egy általános nézete, ugye? Tehát benne is egy általános nézete, ami miatt, most ez tök mindegy, hogy negatív vagy pozitív, mert mindkettő lehet természetesen, de én nem gondolnám, hogy ez helyes. Tehát szerintem egyenként kell ezeket megvizsgálni, ezeket a dolgokat. Nincs, tehát rossz emberek is van, hogyha sok rossz embert csoportosítunk, de attól még az emberek önmagukban nem rosszak. Most értitek? Vagy nem tudom, hogy jól magyarázom-e, vagy érthető, amit mondok, de attól még nem minden ember rossz. Azért, mert vannak rossz emberek is. Ez ennyire egyszerű. Ugyanígy van a különböző tech cégekkel is, ha most ezt a tech cégekre húzzuk rá, ugyanez a helyzet. Most azért, mert vannak rossz irányelvekkel dolgozó tech cégek mondjuk, attól még nem jelent ez, hogy mindegyik az, és mindegyik a tudatalattinkra akar hatni, és az feltétlenül rossz dolog. Hát basszus, mindennel a tudatalattinkra hatunk. Amikor nézel egy tévéműsort, most nem feltétlenül a reklámra gondolok, egy bármilyen műsort, például ezt, hogy a Restartot most itt nézed, én is most azzal, hogy megpróbálok megmagyarázni ezeket a dolgokat, jó, nem a tudat alatt, de most a tudatra próbálok hatni. Most akkor ez gonoszság, hogy elmagyarázom, hogy vagy ismertetem mondjuk részben a véleményemet, részben pedig, hogyha mondjuk valami tényt közlök, akkor ez most az egy rossz dolog? Attól függ, mi a tény persze. Ugye, tehát ez minden relatív, ha így nézzük. Jaj, de nagyon filózunk ma. Aztán volna egy kérdésem, létezik-e olyan PayPalhoz hasonló megbízható szolgáltatás, ahol van két lépcsős azonosítás? A kérdés jó. De a legtöbb ilyen helyen két lépcsős azonosítás. Bár attól, ez is attól függ, ez is egy ilyen népszerű kifejezés mostanában, hogy két lépcsős azonosítás. Mit jelent az, hogy két lépcsőben azonosít? Tehát ez általában azt jelenti, hogy van egy bejelentkezés, tehát egy autentikáció, és ugye bármilyen műveletet végrehajtasz, akkor van egy biztonsági kérdés, vagy egy biztonsági visszaigazolás. Ugye, tehát ha így nézzük, az összes banki szolgáltatás ilyen. Tehát például a legtöbb banknál már az első bejelentkezés is két lépcsős azonosítással megy, tehát be kell írnod a felhasználónevet, jelszót, és a bejelentkezéskor ő küld egy üzenetet neked mondjuk SMS-ben, amiben kapsz egy visszaigazoló kódot, amit szintén be kell írnod. Na, ez például egy két lépcsős azonosítás. Van olyan bank, ahol csak bejelentkezel, minden infót elérsz, de például amikor utalni akarsz valahova pénzt, teszem hozzá, vagy valamilyen szolgáltatást, vagy bármit igénybe akarsz tenni, na akkor küld mondjuk egy SMS-t. Na az is két lépcsős azonosítás, még hogyha nem is egyszerre történik. Tehát igazából, ha így nézzük, akkor majdnem mindegyik ilyen. Ez már ilyen elvárás egyébként, hogy duplán biztonságban legyen az ember. Minimum duplán, de inkább többször. Jó, aztán Boat írja, múlt héten azt mondtad, hogy a 32 bites és a 64 bites programok között négyszeres a sebességkülönbség, feltéve a 64 bites az operációs rendszer. Tudva azt, hogy még mindig 32 bites a legtöbb művelet 64 bites rendszeren is, mert egyszerűen nem kell kicsi műveletekre több bit, mint 32. Kérlek, vezess le legalább szóban, hogy hogyan végezted el ezt a négyszer gyorsabb 32 bites-től 64 bites műveletet. Én mondtam, hogy négyszer gyorsabb? Tehát ez nem négyszer, egyáltalán, ennek így köze nincs. Nem a gyorsaságon van itt a hangsúly, hanem megint csak a párhuzamos adatfeldolgozáson van a hangsúly. Tehát ez program függő, hogy mennyivel tud gyorsabb lenni, vagy feladat függő, hogy mennyivel tud gyorsabb lenni egy olyan rendszer, ami 64 biten működik. Lehet akár négyszer, de lehet, hogy még többször is gyorsabb. Tehát ez nem egyenesen arányos ezzel, hogy most ez relatív, akkor négyszer gyorsabb. Mert vannak olyan programok, amiben semmi különbség nincs, ahogy te is mondtad, műveletek függ. Van olyan művelet, aminél fontos, hogy nagyobb helyen, vagy nagyobb memória címen, vagy nagyobb címen legyen egyáltalán tárolva, és akkor gyorsabban tud elvégezni műveleteket, természetesen, hogyha a processzor is, meg a program is, meg a környezet is alkalmas rá, és van, ahol viszont valóban kis műveleteknél sok értelme nincsen, ahol egyáltalán nincs szükség arra, hogy 64 biten fusson, sőt, vannak olyan programok, mint a majapik, hogy a 32 bites szinten se érik el mondjuk. Tehát még egyszerű összeadásban mit kell 32 biten ábrázolni, maximum nagyon nagy számokat adunk össze, ugyebár.
Tehát azok ilyen, még a 16 bit, vagy még lejjebb is beleférnek, csak itt az elméleti maximumról van mindig ezekben az esetekben szó. Tehát, hogy az operációs rendszer és az architektúra 64 bitet képes támogat, akkor azt jelenti, hogy maximálisan ekkora adatfeldolgozási címen tudja tárolni azokat az adatokat, amik elő később utasításokat vagy műveleteket hajt végre. Nem tudom ennél egyszerűen megmagyarázni, hogyha valaki kíváncsi, hogy pontosan hogy kell ábrázolni egy műveletet, vagy egy számot, vagy egy adatot, akkor Wikipédia vagy egyéb más fórumon ezt így megtalálja. Tehát... Jó. Oké. Szerinted mikor lesz Magyarországon is kifejlesztve a 4G plusznak nevezett hálózat? Ez a teszt, amit itt küldtél, a romániai Orange hálózatán lett mérve, és emellett a sebesség mellett havi 5 euróért nekem 10 giga adatforgalmam van. És szerinted arra mi a magyarázat, hogy a D betű szolgáltatónál 4000 forintért kapom optikán az 1000/200-as internetet, és a Magentától szintén optikán 10 megás sávszélességet kapok ugyanennyiért. Hát erre nincs magyarázat. A magyarázat az valahol máshol van, megint csak üzleti érdekekről van itt szó. Ő meg tudja ennyiért adni, valószínűleg a másik is tudná egyébként, ha nagyon akarná, csak azért nem tudja, mert mondjuk ott nincs hálózata. Tehát ennek ilyen egyszerű magyarázatai vannak, ha most mindenképpen magyarázattal akarunk szolgálni, viszont a csomagjaikat, a szolgáltatásaikat valahogy egységesíteni kell. Tehát ugye ilyen különböző, törekednek arra a szolgáltatók, ahogy egyébként a különböző nem csak szolgáltatók, hanem fejlesztők is, mondjuk ha most a Windows-zal akarom párhuzamba vonni ezt a történetet, hogy platform harmonizálás legyen, a szolgáltatóknak is a különböző szolgáltatásokat megpróbálják egységesíteni, és csak pár választékot adni, már csak azért is, mert ugye az idők során, mondjuk az egyik mobil szolgáltatónál pontosan meg tudom mondani nektek, hogy 130 féle tarifacsomag volt az elmúlt időben. Hát ezt nem lehet számon tartani, és az előfizető sem tudja, hogy most a 130, nem tud dönteni, tehát hogy egyszerűen ugye a bőség zavarában már nem tudja eldönteni, hogy melyik a jó neki, melyik nem. Tehát ezért leegyszerűsítik ezeket a dolgokat, az egyszerűsítés meg összevonásokkal jár, ami annyit jelent, hogy lesznek olyan szolgáltatások, amiknek akár az árérték arányban csorbulást fog tapasztalni az ember, másik arányban meg lehet, hogy, vagy egy másik szolgáltatás esetén meg lehet, hogy pont, hogy valamilyen előnyt fog élvezni. Na most, hogy az egyik szolgáltatónál ennyibe kerül, a másiknál meg annyiba, ezt meg a szolgáltató dönti el, hogy neki a különböző beruházásokkal, eszközökkel, infrastruktúrájával mennyiért éri meg azt a szolgáltatást szolgáltatni. Egyébként a versenyhivatal ezt valamennyire korlátozza, teszem hozzá, tehát nem véletlen az egyébként, hogy bizonyos szolgáltatások árai, még ha minőségileg nem is ugyanaz, de az árak azért nagyjából szinte ugyanazon a szinten vannak. Pár ezer forintos eltérések persze lehetnek, meg hát felül kell vizsgálni a szerződéseket egyébként, mert nagyon sok helyen nem figyelnek arra, hogy vannak hűségidők, tehát hűségidő nélkül, van egy 2 éves hűségre, úgy azért lehet spórolni ezekkel, tehát jól körbe kell nézni, és úgy kell természetesen egy szolgáltatást megválasztani és előfizetni rá. Az, hogy mikor lesz 4G plusz, ezt meg nem tudom megmondani, hát ahogy fejlesztenek folyamatosan a szolgáltatók, ugye? Úgy jönnek be az új technológiák. Hát most Japánban már az 5G-t tesztelik. Pár év múlva már itthon is fogják, és a 4G, meg ez is egyébként ilyen fantázia név, mert ugye az, hogy 4G, az csak azt jelenti igazából, hogy negyedik generációs mobil internet szolgáltatás. Ezeken belül különböző protokollok vannak, amiken keresztül lehet ilyen-olyan sebességeket elérni, ezek folyamatosan nőnek, úgy, hogy a 3G esetén is, tehát 3G-nek neveztük annak idején azt hiszem, hogy már a 384 kilobitet is annak nevezzük, meg annak nevezzük a 25-30 megabitet is nevezhetjük annak, hogyha azon a protokollon szolgáltatják, ami még a 3G kategóriájába tartozik. Ugyanez van a 4G-nél, és a 4G is folyamatosan fejlődik. Pár évvel ezelőtt még csak 50 megabit volt a maximális elméleti, vagy tehát maximális sebessége, most meg már 150, vagy még följebb is lehet igazából menni, attól függ, hogy LTE, vagy HSDPE kapcsolatról, vagy protokollról beszélünk. Úgy, de kifutottunk a műsorból. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap folytatjuk, úgyhogy tartsatok akkor is velem, szevasztok!